Jó estét kívánok! Bocsánat. A képen Lovas Ilona képzőművész alkotását látjátok. Ez egy fiatal férfi kéz, és a kezek előtt ostyák lebegnek. Ezt valószínűleg kevesen ismeritek, ez a ostya készítésnek a mellékterméke. Egy körülbelül pizza nagyságú ilyen lapokból vágják ki az ostyát, és ilyen perforált lapok maradnak utána, amik hát azonnal beindítottak engemet, amikor a Zarándok Központ fogadóépületét kellett tervezni. Itt lehet látni egy folyamatábrát, gyakorlatilag a perforáció fokozásával itt létrejött egy forma, ami tulajdonképpen a fogadóépületnek a formája lett. Az egész Zarándok Központnak a helyszínadát lehet látni a fogadóépületnek a helyét. Gyakorlatilag egy nagy 70 méter hosszúságú árkádra lett fölfűzve ez az épület sor, aminek a háta van ezzel az ostya perforációval kialakítva. Az épület két arcú, tehát van ez az árkádos fogadó része, illetve a természet felé a lejtős dombos fás liget felé néz a hátsó oldal, és ez már a valóság. Itt jól lehet látni ezeket az ostya cikkelyeket. Az is látható, hogy a Ferencek barátok leleményesen elkezdték a fát hordani az épület alá, a tűzifát. Ezt aztán sikerült leállítani, ezt a projektet. Úgyhogy ez egy friss téli kép. Itt majdnem az egész épület látható hátulról. Minden cikkely közepébe ültettünk egy új fát, illetve a meglévő fákat is próbáltuk bekomponálni ebbe a rendbe. Ez a legnagyobb, ez a kis előadóteremnek a cikkelye volt. Oldalról látszik ezen a fotón az épület. Itt lehet látni, hogy a terepet elhagyja a ház, és itt oszlopokkal, különböző átmérő és magasság oszlopokkal támasztottuk alá. Mondjuk Svájzban valószínű konzolként megcsinálták volna ezt az egészet. Ez a másik oldala, a fogadó térfelőli oldala a háznak, ahol, ahogy mondtam, az árkádok alól nyílnak a különböző funkciók, ilyen, hogy nagy mosdócsoport, kegytárgyüzlet, egy ferences galéria és egy nagy információs központ. Az épület előtti fogadó téren elindul az a burkolat, ami aztán az egész kegyhelyet beburkolja, ez a bazalt kiskocka kő, és hát ilyen különböző ülőfeleteket helyeztünk el, amit hát igazából Fatimából loptam, mint ötletet, hogy a fák alatt tudnak ülni az elfáradt zarándoklatok, és akkor így folytatódik a gyakorlatilag ez a kiskocka szőnyeg az egész völgyben, ez a támfal támasztja meg a völgynek a nyugati oldalát, és itt látható egyben az egész együttes, ez egy vadonatúj megfogalmazása a szabadtéri miséző helynek, új padokkal, új térburkolattal, új patakmederkorlátokkal, és az egész támfal felejtújítva új tereplépcsőkkel, és az egészet összefogja egy ilyen telifa korlátrendszer. A templom igazából, a barokk templom egy rekonstrukción esett át, ami azt jelenti, hogy kevés új elem mert tettünk hozzá, a rendháznak van egy új ilyen terasza, ilyen telifa burkolattal, a templomban egy új gyóntatószéket csináltunk, annak részletét látjátok. A legjelentősebb új elem a templom rendház környékén az a új kolostor kert, ami a rendház mellett kapott helyet, egy ilyen deszka favázas konstrukció, ahol nyersbeton, telifa, járófelületek és egy ilyen lépcsős kert alakítottak a kertet. Az úgynevezett zarándokház, ez egy meglévő háznak az átépítéséből
jött létre, ahol a legerősebb beavatkozás az az volt, hogy az ablakok helyett francia erkélyeket csináltunk, és minden erkély előtt van egy ilyen elcsúsztatható árnyékoló panel. A legjelentősebb eleme az épület együttesnek ez a 300 méter hosszú, hát kígyószerű építmény, ami a hegy lábánál helyezkedik el, és ide lettek benyomva ilyen funkciók, hogy egy hatalmas vécécsoport, egy étterem és három nagy szállásépület, és hát ez az egyes makettja a háznak. Itt jól lehet látni, hogy a hegy lejön, gyakorlatilag zöldtetők borítják be ezeket a nyúlványokat, és ez a terifarács, ez végigvonul az egész épületen, és ez néhol tornácot, néhol teraszt, néhol közlekedőt árnyékol. Ez a rész éppen a étteremnek a külső teraszos fogyasztótere. Itt is mindenhol nyers beton, a képen meg kevésbé látszik, beton padló, tehát viszonylag nyers naturális anyagok, beton, nyers beton pillérek, és ugye egységesen ez a telifarács. Ez a leghosszabb szállásépület. Itt már tulajdonképpen szálló, illetve ilyen hálótermek vannak elhelyezve, és talán ez nem azonnal érzékelhető, ez a rács, ez mint egy függöny lóg ezen a vasbeton peremen, és alul csak rögzítve vannak ezek a rácsok. Ez az utolsó gép, amit egy szarvas csinált nekem, ugye a szemmagasságból gondoltam, hogy nem vaddisznó, mert amúgy vaddisznóból is van elég sokat környéken, és itt jól látható, hogy az erdő felől mit mutat az a szintén. Köszönöm szépen a figyelmet!